akkor tegnap este így beszélgettem a lakókkal, és mindenki elfogadta, tehát mindenki, hogy ez itt tűrhetetlen. Nekünk itt, míg a Krasna itt volt egy kerítés, és itt nekünk volt egy szép zöldövezet, rendben tartottuk, de most meg lehet nézni, hogy mi van. Tetszett az előbb említeni, hogy mikor feltöltötték, akkor feltöltötték, itt... igen. Feltöltötték, és tavaly októberben nem tudtunk bemenni a lépcsőházakba, mert annyira ide folyt a víz, a pincék tele voltak vízzel. Akkor ígéretet kaptunk rá, hogy tavasszal valami történik. Hát igen, és ugye de már nyár van. Igen. És azt mondták, hogy az a terület egy aradi cég, vagy temesvári cég vállalta, hogy rendbe teszi. Játszóteret. Igen, játszóteret, tehát ez így volt. De hát ez már nem park, nem játszótér, ez sajnos. És mikor nyílták le itt, mikor a gaz, mikor? Itt most a korod tavasszal, akkor talán jöttek és vezettek a tűmagot, de a tűmagból ez azóta erre senki rá nem nézett. Hát olyan márciusban voltak, betettek fűmagot, de hát szerintem ez nem fűmag. És hát mondtuk, hogy szép a Kaufland ott elől, de jöjjenek már hátra is, és mi itt járunk mindenre. Hát meg itt élnek, hát persze, hogy itt rengeteg lépcső lakás van. És nekünk pláne nincs is elől bejáratunk, csak itt hátra van bejárat, úgyhogy